We're caught in the fire, and it burns right through the bones. We're down to the wire. No, it won't leave us alone. Oh, it haunts our days, and the fear won't fade. Feeling swallowed by the smoke. We're caught in the fire, but we'll make it out alive. Végre eljött az, amire már régóta készül a csapat, az első tétmérkőzés a hétvégén. Egyértelmű, hogy csak is a győzelem az elfogadható, és úgy gondolom, hogy a csapat is nagyon várja már ezt az első mérkőzést, hiszen van mögöttünk egy olyan periódus, ami edzés-edzés hátán. Persze játszhatunk edzőmérkőzést, de mindenki tudja, hogy azért az nem olyan hangulatú, mint az első bajnoki. Bízom benne, hogy jól fog sikerülni, hiszen szerintem nagyon fontosak lesznek ezek az első meccsek a csapatnak, hogy belelendüljön majd a BL előtti időszakba, illetve a bajnokság nehezebb mérkőzéseire. Végig dolgoztuk a nyarat, úgyhogy most már tényleg várjuk, hogy kezdődjenek a tétmeccsek, kezdődjön a bajnokság, és akkor tényleg lássuk, hogy hol tartunk. De az első pár meccs az tényleg olyan lesz, hogy még mindent arra kell fordítani, hogy pontosítsuk a dolgainkat. Ez az első pár mérkőzés a Bajnokok Ligája előtt egy jó alapot adhat, hogy szépen belerázódjon a csapat. Nagyon fontos, hogy ezeket a mérkőzéseket a lehető legnagyobb erőbedobással maximálisan tudjuk játszani, hiszen ezekből fogunk tanulni, és itt fogjuk látni, hogy mik azok a hibák, amiket ki kell javítanunk, hogy tudjuk tartani ezt a szintet, amit eddig is képviseltünk. Nagyon kell koncentrálnunk végig, és figyelni, hogy min kell még javítani, mik azok az apró dolgok, mert tényleg a Bajnokok Ligájára élesnek kell lennünk. Hogyan látjátok így hétről hétre, hogy az új játékosok hogyan épülnek be a csapatba? Folyamatosan épülnek be, szerencsére tényleg védekezésben, támadásban is egyre jobban. Ugye a támadás az később került a taktika részébe, de a védekezés volt az alapja mindennek, és én úgy gondolom, hogy ott már azért mindenki tudja, hogy mi a feladata. Innentől kezdve mindenkinek csak magára kell figyelni, hogy a védekezésben a rábízott feladatokat hogyan tudja megoldani. A védekezésnek nagyon jó periódusai voltak itt a felkészülési meccsek alatt, dolgoztunk is rajta eleget, és a támadás is kezd hasonlítani ahhoz, amit mi szoktunk. Van még vele munka bőven, de haladunk tényleg afelé, úgyhogy alakul. Ismét együtt búcsúztatja a nyarat a Fradi család. Várunk téged is szeptember 2-án a Népligeti Sportközpontban, ahol izgalmas, változatos és sportos játékokban vehetnek részt a gyermekek. Sportági bemutatók és autogramóra Fradi legendákkal. A házigazda DJ Dominik. 7. Fradi családi nap a Népligetben.